Lépes méz. Am ministri. Ha is am ministri, de rigid sem beszorgis. Itt a ministri. Vigyazt, ne edd meg. Úgy nevezett lépes mézet, vagyis méhecske lárvákat is kóstolt Gruber László és világutazó csapata, amikor legutóbb Etiópiában járt. A Bonyháti Petőfi Sándor evangélikus gimnázium földrajztörténelem szakos tanára azt mondja, csupa olyan élményt élt át az afrikai kontinensen, amit soha nem felejt el. Azért a fertőtlenítésre és az oltásokra különösen odafigyelt. A számos országot megjárt tanár. Kellő mennyiségű tömény alkoholt viszünk magunkkal ezekkel az országokba. Vannak 80%-os kiválóak, amelyek ugye jók a fertőtlenítésre. Viszont ott még miután elmosogattunk, még ásványvízzel előbbítettük az edényeinket is. Tehát ez is azt mondom, hogy ilyen szempontból érdekes volt, most már jóval bátrabbak voltunk. Tehát most már megettük elég specialitásokat, olyan helyeken ettünk, ami azt mondom, hogy bizalomgerjesztőbb volt. Azért azt tudni kell, hogy 6-7 éve a szállásainkat, hát ha látná valaki, szerintem nem hinné el, hogy mi ott aludtunk. Most viszont ez a szervező srác, Eljájó, aki ott volt, ő volt az, aki mindent megszervezett, és bátran ettünk, és semmi bajunk nem volt ilyen szempontból, és megkóstoltunk egy-két specialitást, például ilyen méhecske lárvákat, de hát azt itthon is meg lehet kóstolni ugyan lépes mézben. Ők pedig néztek ránk, mert fehér ember még nem nagyon evett ott, de hát egy abszolút fehérje bomba volt, illetve az ottani nagy specialitás, majd a teff gabonáról fogok mesélni, az, ami egy gluténmentes gabona, és a jövő gabonájának nevezik, abból készül az etiópok speciális kenyere, ami abszolút nem olyan, mint a kenyér, olyan, mint egy vastag, ecettel dúsított palacsinta tészta, úgy hívják, hogy injera. És ezt jó fűszeres pörköltökkel fogyasztottuk el, kiváló volt. Az utazás és a tanítás szerelmese 7 év után tért vissza Etiópiába, hogy emléket állítson meggyilkolt tanártársainak és felfedezze az Erta Ale vulkánt, és megismerkedjen az apart törzsel, valamint az ott élők szokásaival. 7 évvel ezelőtt ugye részt vettünk egy akkori tanulmányúton, aminek ugye ismert a tragikus vége, két jó barátunkat sajnos jelképesen ott kellett hagynunk örökre, és utána éveken keresztül terveztük, hogy jó lenne egyszer visszatérni két fontos szempontból. Egyrészt, hogy nekik valamilyen szinten emléket állítsunk, másrészt pedig, hogy elmenjünk azokra a helyekre, ahol mi nem voltunk, ahová mi nem jutottunk el egykori úti társammal. És így történt az, hogy most már bő egy évvel ezelőtt repülőre ültünk, és hát mondhatjuk a 6 éves évfordulón eljutottunk azokra a helyekre is, ahol ők voltak. Itt kiemelném a Danakilmei földet, ahol az nem túl barátságos afar nép él, illetve az ott található Erta Ale vulkánt, ahol a tragédia történt. Óriási dolog volt ezt látni, hihetetlen élmény, és úgy gondolom, hogy nem kell földrajzszakos tanárnak lenni ahhoz, hogy tényleg rácsodálkozzunk ezekre. Mindemellett pedig én úgy gondolom, hogy hát egy közhelyen éljek, megcselekedtük, amit megkövetelt, nem a haza, hanem inkább a lelkiismeretünk, hogy emléktáblát helyeztünk el barátaink emlékére, Fábián Tamás és Szabad Gábor emlékére. És lehetne itt nagy szavakat használni, hogy hú, hogy amikor elhelyeztük a táblát, egy kő gurult le a szívünkről, vagy hasonló, én nem mondanám. Tehát azt mondom, hogy nagyon jó volt ott lenni, érdekes volt megélni, viszont én onnantól kezdve lezártam magamban egy 6 éve tartó, nem könnyű folyamatot, főleg Tamás barátom kapcsán, aki tényleg az egyik legjobb barátom volt, és milliószor utaztunk vele együtt, Bonyhádi gimnazistákkal együtt. Tehát, hogy én akkor, mikor tudtam már, hogy utazni fogok, akkor le tudtam zárni ezt a dolgot, és már nem gondoltam minden nap rá, mert bármilyen hihetetlen minden nap eszembe jutott, hiszen egy nagyon nagy és értékes embert veszítettünk az ő személyében. Volt-e okuk félelemre? Ezt megkérdezték 6 éve is, illetve 7 éve, meg mostanában is, igen, a közlekedés miatt. Etiópiában döbbenetes a közlekedés, ugye a régi utakat újítják. Elsősorban kínaiak építik természetesen, mint ahogy egész Afrikában az utakat, ez most az új kínai beruházási terület, egy hatalmas kontinens, maga 30 millió négyzetkilométerével, és az etiópok pedig megveszik a kiváló autókat, Toyoták mennek döntően, és kiválóbbnál kiválóbb autók, viszont
viszont két, mondjuk azt alkatrészét ismerik az autónak, az egyik ezeket gáznak hívják, a másikat meg dudálnak. És néha időben rá tudnak lépni a fékre, egyébként ön is közveszélyesen vezetnek többségükben. Én szeretek vezetni, de Etiópiában azt mondom, hogy most se vezetnék. Szívesen nem voltunk nyugodtak, mikor elindultunk. Amikor a barátainkat lelőtték ott, két német és egy osztrák turistával együtt, ugye 7 évvel ezelőtt, azt mondtuk utána minden előadáson, hogy ilyen soha nem történt előtte. Fehér embert ott nem öltek meg. Voltak emberrablások, de igazából nem voltak olyan, tehát emberi áldozat nem volt. 6 évig így tartottuk az előadásokat, és az utunk előtt 2 héttel jött a hír, hogy egy német turistát lelőttek az Ertale vulkánnál. Hát, mint egy villámcsapás, tényleg úgy ért bennünket, és Szilasi Péter barátommal, akivel mondjuk így a főszervezői voltunk ennek az útnak, megbeszéltük, hogy jó, kimegyünk, és meglátjuk, hogy lesz lehetőségünk oda menni, és végül is úgy jutottunk el az Ertaléhoz, hogy négyünkkel 4 fegyveres kísérő jött föl, és a hegy oldalon pedig ott voltak szintén a katonaság emberei. Na de mielőtt valaki azt hinné, hogy csak hogy megint elment, ahogy mondták annak idején, 4 hülye földrajz tanár, hogy meghajol Afrikában, nem csak mi voltunk, 80 ember legalább följött az Ertaléhoz, oroszoktól, japánokig, olaszoktól, franciákig, és még sorolhatnám, tehát ez egy turisztikai látványosság mindig. Viszont ott van az eritreai határ, ami önmagában egy veszély, hiszen ha belegondolunk, Etiópia, Eritrea nem volt túl jóban még tavaly, örömmel hallottuk, hogy néhány hónappal ezelőtt megegyeztek, és egy mondjuk így egy összebékülési szerződést aláírtak, de hát én akkor is azt mondom, hogy itt egy szikra elég, hogy lángra lobbantson bármit, mint ahogy Etiópiában is, hiszen a visszautazásunk után néhány nappal egy olyan helyszínen, ahol voltunk, az etióp vízkeresztet, mikor ünnepelték, halálos áldozatokkal járó ilyen tömeg jelenetek voltak, és a katonaság fegyveres fellépése zajlott le. Gruber László a tolnai közönségnek igen humorosan és érdekfeszítően adta elő az átélt tapasztalatokat. Elmondta, hogy azért építik hatalmasra az úgynevezett elefántházakat, az afrikai törzsek, mert a termeszhangyák megeszik a ház falát, és emiatt folyamatosan zsugorodnak az épületek. Az előadáson azt is megtudhatta a nagy érdemű, milyen érzés, ha egy krokodillal néz valaki farkasszemet, és hogyan érzi magát az ember, ha egy struc megkergeti. Gruber László számára mégis az volt a legmegdöbbentőbb élmény, hogy az ott élők jelentős része emberi fogyasztása alkalmatlan vizet fogyaszt, és annyira elmaradott, fejletlen az a rész, ahol élnek, hogy a gyerekek egy része soha nem látta még magát, és amikor tükröt tartott eléjük, nem ismerték fel magukat. Azért a földrajztanár nem tudta meghazudtolni magát, természetesen beszélt Etiópia földrajzi helyzetéről és arról, hogy forró víz feláramlásokat is láttak. Gruber Lászlóék persze nem mentek üres kézzel, vittek az afrikai törzseknek ajándékokat, valamint egy kajszibarac pálinkát is, ami nagyon ízlett a helyieknek. A világutazó természetesen nem ül sokáig otthon, már most tervezi a következő útjait. Vannak tervek, vannak célok természetesen. Nekem mindig az elsődleges cél egyrészt az, hogy a Vonyádi gimnázium diákjai közül mindig egy busznyit nyár elején elvigyek Erdélybe. Most főleg kalandos lesz Székelyföldön, mert pont akkor leszünk ki, amikor jön a Ferenc pápa a Csíksomlyóra, úgyhogy majd igyekszünk elkerülni azt a nagy tumultust, mert hát túl sok nekünk nem jutna abból, aztán majd meglátjuk. Ez az alapút mondjuk, és ezen kívül mindig nyári utakat is szervezünk a diákjainknak, még Tamással annak idején elkezdtük. Marokkó, Izland, Korzika, olasz vulkántúra. Legutoljára tavaly egy Dél-Korzika Szardénián voltunk 50 diákkal, és most épp egyeztetés alatt áll, még nem biztos a nyári út, de 4 év eltelt, és itt ismét szeretnénk az olasz vulkánokra fölmenni. Illetve hát ilyen mondjuk félig magánszervezésű út, azokkal a jó barátaimmal, akikkel Indonéziában és Etiópiában voltunk, tervezzük, hogy talán ezeket a közép-ázsiai sztánokat, ezek közül egyet-kettőt meg kellene látogatni, Üzbegisztán, Kazaksztán talán. Én Kirgizisztánban már jártam, csodavilág, és az biztos, hogy ezek sem csúnyábbak, sőt tudom.